30 évvel ezelőtt indította útjára a Pécsi, akkori nevén 508-as számú szakképzőiskola azt az elektrotechnikai versenyt, melyet Simonyi Károly fizikus mérnökről neveztek el. A jubileumi verseny díjátadóján egy emlékszobát avattak, melyben Simonyi Károly egykori budapesti dolgozószobájának pútorait és abban található könyveit helyezték el. A professzor világhírű fia Csász Simonyi és családja ma látogatta meg az iskolát, hogy tiszteletüket tehessék. Nagyon megható volt ugyanabban a környezetben lenni, csak néhány percre. És nagyon örülök, hogy a, a tanulók itt, hogy van rá alkalmuk, hogy ezt a környezetet ők is élvezhessék, és és, és magukba szívják a, a, a kultúrát a, a könyvekből. Nemeskéri Péter villamosmérnöknek is rengeteg munkája volt abban, hogy Simonyi Károly nevét viselhesse a már említett verseny, majd az intézmény maga. Az iskola egykori oktatóját a könyvtár diákok által is használható könyveiről kérdeztük. Hát ezek a könyvek, ezek használhatók lesznek, de mondjuk középfokú oktatásban talán nem annyira, mint felsőfokú oktatásban, de minden esetre arra, hogy a diákokat serkentse és ösztönözze arra, hogy, hogy, milyen út vezet a tudományhoz, és hogyan lehet ahhoz eljutni, és egy olyan ember, aki szinte a végső pontig eljutott, az milyen eszközökön keresztül ért el. Az eseményre meghívást kapott Őri László, a Baranya megyei közgyűlés elnöke is, aki elmondta, hogy a Simonyi Károly elektrotechnikai verseny mára nemzetközi szintű megméretetésé vált. Egyre több hallgató jelentkezett határon túlról is, és a versenyen a cél az kettős volt. Egyrészt, hogy itt Baranyában és Pécsett is emléket állítsunk annak a Simonyi Károly mérnök-fizikus professzornak, kosudíjas értelmiséginek, akinek a villamosságtan könyvein magyar mérnök generációk nőttek föl. Őri László az iskolában rendezett ünnepség után rövid időre irodájában fogadta, és Baranya megye jellegzetes tartalmazó csomaggal ajándékozta meg Csász Simonyit és testvérét Simonyi Tamást.